pályázatok a mezőgazdaságban, cél az üzemek korszerűsítése és az eszközök modernizálása. Segítség a rászorulóknak, egyszeri melegétkezés biztosít ingyenesen Nyíregyháza önkormányzata a hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet alatt. Egészségügyi biztosítások, a koronavírus járvány alatt megnőtt a kereslet a termékek iránt. Mezőgazdasági és kertészeti üzemek fejlesztésére, valamint állattartó telepek létesítésére és korszerűsítésére is lehet támogatást igényelni. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Az Agrárminisztérium pályázatainak célja, hogy mérettől függetlenül bármely termelő tudja modernizálni tevékenységét és eszközeit. Nehéz év volt a tavalyi a mezőgazdaságban is. Míg sok területen át tudtak állni home office-ra, az agráriumban ezt nem lehetett megtenni, ugyanúgy kellett dolgozni tovább. Az agrárminiszter televíziónak adott interjújában arról beszélt, ekkor vált stratégiai ágazattá a mezőgazdaság. A magyar kormány ennek megfelelően hozott egy stratégiai döntést, egy történelmi léptékűt, amely azt mondja, hogy a nemzeti társfinanszírozását az európai uniós támogatásoknak 80%-os maximális szintre emeli, azaz soha nem látott mértékű forrás, mint egy 4265 milliárd áll rendelkezésre. Ez háromszor több, mint a megelőző 7 esztendő forrása volt, azaz egy esztendőbe fizetünk ki most annyit, mint a megelőző 7 esztendőben összesen. Tehát ez egy ekkora volumenű összeg. A cél, hogy az ágazat minél több szereplője tudjon korszerűsíteni, modernizálni a támogatásnak köszönhetően, bárki a legkisebb termelőktől a legnagyobbakig. A jelenleg nyitva álló kiírások közé tartozik a mezőgazdasági kisüzemek támogatására kiírt pályázat, amely 15 ezer eurónak megfelelő segítséget jelent az érintetteknek. Ebből a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó eszközöket, gépeket vásárolhatnak, ültetvényt telepíthetnek, állatot vásárolhatnak, vagy éppen meglévő üzemüket fejleszthetik. Az Agrárminisztérium június elejé adatai szerint már 1300 pályázó kapott támogató okiratot több mint 9 milliárd forint értékben, legközelebb pedig augusztusban lehet pályázni. Emellett az állattartó telepek fejlesztésére is lehet forrást igényelni két kategóriában is. Nyitva van a kis állattenyésztési pályázatunk is, amely azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk a kisebb állattenyésztő telepek támogatását támogatni. Ez azt jelenti, hogy a baromfés sertésállomány tartók számára mintegy 100 millió forintos felső határa lehet pályázni, a szarvasmarha ágazat 50 millió forintos határral, a juhok és egyéb ágazat pedig 20 millió forintot kaphatnak 50%-os intenzitás mellett. De emellett természetesen nyitva van a nagy állattenyésztő telepek korszerűsítését szolgáló pályázat is, ahol a felső határ mintegy 2 milliárd forint. A támogatási kérelmeket július 14-től lehet ismét benyújtani új állattartó telepek létesítésére, meglévő korszerűsítésére, vagy az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Lehet pályázni közben a kisebb kertészeti üzemek megújítására is, melynek köszönhetően kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, gépeket lehet venni. A felhívások részletei a pályázat.gov.hu oldalon ismerhetők meg. Egyszeri melegétkezést biztosít ingyenesen Nyíregyháza önkormányzata a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet ideje alatt. A jogosultak számára az ebédet házhoz szállítják, megspórolva a rászorulóknak az utazás költségeit. A szociális szolgáltatás a gyermekek 18 éves koráig vehető igénybe. Meleg főétel. Sokat jelent egy családnak, ha az anyagi nehézségek ellenére ételt tud adni a gyermeke számára. A nyári tanítási szünet 54 munkanapján kérelmezhetik a hátrányos helyzetű családok, hogy az önkormányzata a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosítson. Minden évben igény van a szociális juttatás ezen formájára. Jelenleg 730 gyermek jogosult, valóban ugyanúgy, mint ahogy a korábbi években is biztosítjuk a hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos gyermekeknek a napi melegételt, tehát ez egy egyszeri adagételt, melegételt jelent, és házhoz szállítással biztosítjuk. A 730 jogosult gyermekből csak 500 gyermek szülője jelezte eddig, hogy kéri a nyári szünet időtartamára, azonban felhívnám a jogosultak figyelmét arra, hogy bármikor
bármikor meggondolhatja a szülő, és hogyha benyújtja a kérelmét, akkor a szünidőbe, bármikor, amikor kéri, a hátralévő időszakba tudjuk biztosítani a számukra. Délelőtt 10 és délután 14 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a gyermekek, minden hétköznap egészen a nyári szünet végéig. A szociális és köznevelési osztály arra kéri a szülőket, hogy amennyiben bármilyen okból bizonyos napokra vagy hetekre nem kérik a melegételt a családok, előre jelezzék a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ felé. A nyári szünet az 54 nap, tegnap megkezdődött, és augusztus 31-ig tart, munkanapokon biztosítjuk. Ugyanakkor a bölcsödés, illetőleg óvodáskorú gyermekeknek, mivel azok csak korlátozott időtartamban vannak zárva, csak a zárás időtartamára lehet kérni. Ez a bölcsödék esetében 4 hetet jelent, az óvodás esetében pedig 2 hét időtartamot. Illetőleg még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehetőség volt egy kormányrendelet alapján a tegnapi naptól, június 29-ig az általános iskolások, hogy kérje a szülő a felügyeletet, az iskolai felügyeletet, és itt az iskolába szintén biztosítani fogjuk az étkeztetést. Egy adag étel közel 1000 forintba kerül, amelyhez az állam 285 forintos támogatást biztosít. Az önkormányzat csak a meleg étkeztetésre 23 millió forintot költ. A korábbi évek adatait összehasonlítva, a szociális osztály munkatársai azt tapasztalják, hogy az igénybevevők száma nem nőtt, de új ügyfelek jelentek meg a látókörükben, feltehetőleg a koronavírus világjárvány hatásai miatt. A koronavírus világjárvány alatt megnőtt a kereslet a magánegészségbiztosításokra és az azokhoz kapcsolódó elsőbségi egészségügyi ellátásokra. Az állami egészségügyben sokan várakoznak különböző műtétekre, a várólistákkal szemben a biztosítók alternatívát kínálnak. A hivatalos egészségügyi oldalak segítségével lekérdezhetőek a várólisták adatai. Ez alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 149-en várakoznak csípőprotézis műtétre. Van azonban mód arra, hogy egy beteg akár előrébb kerüljön egy ilyen listán. Ezt is úgy kell elképzelni, mint egy utasbiztosítási terméket, vagy egy kaszkó terméket, hogy különböző kis elemei vannak, amit eldönt az ügyfél, hogy mit szeretne. Vannak ugye maga a biztosítási terméket, amiből tud választani, hogy milyen szolgáltatási limittel, milyen pontos egészségügyi ellátást szeretne ő igénybe venni. Ez egészen odáig, hogy kisebb műtéti beavatkozások, vagy akár kórházi napi térítésre is kiterjed, vagy járóbeteg ellátásban, hogyha mondjuk szeretne bejutni egy orvosi ellátásra, akkor, vagy egy, akár egy röntgenre, akkor sokkal hamarabb fog időpontot kapni, mint aki ugye normál egészségbiztosítási helyzetben van. A járvány által okozott egészségügyi teher szűkítette az állami ellátórendszer kapacitását. Sokan döntenek úgy, hogy a magánegészségügyi szolgáltatást veszik igénybe, ezért azonban fizetni kell, ebben is segíthet egy biztosítás. Nem kell olyan horror összeget fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Tehát ezt is nagyon kevesen tudják, hogy nem annyira vészes ezeknek a díja, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt, hanem akár egy kocsira, egy kaszkó biztosítás, ugye, azt is bevállalja az ember azért, hogy ugye megóvja a vagyontárgyát, itt a saját egészségünket óvjuk meg. És még azt kiemelném, hogy nem csak akkor segítenek ezek a termékek, hogyha már ugye baj van és szeretnék bejutni valahová, hanem a prevenciót is előtérbe helyezi, hiszen vannak olyan termékek, amik 2 évente akár egy menedzser szűrést biztosítanak az ügyfélnek, ez egy teljes körű kivizsgálást jelent, és ha bármit találnak nála, akkor küldik a megfelelő szakrendelésre tovább, és mindezt időpontra leegyeztetve neki. Ezek a biztosítási termékek nem csak a magánegészségügyi rendszerben, hanem az állami egészségügyi rendszerben is előnyöket nyújtanak. Káros lehet az emberi szervezetre az egyik leggyakrabban használt élelmiszer színezék, a titándioxid alkalmazásának veszélyeiről eddig több száz uniós kutatás készült. A legfrissebb eredmények szerint élelmiszer adalékanyagként történő felhasználása már nem tekinthető biztonságosnak. Ettől az anyagtól lesz fehér a rágógumi, egyes desszertek és csokoládék, és ugyanerről az anyagról állapították meg a legfrissebb uniós tanulmányok, hogy káros lehet az emberi szervezetre. A titándioxid nem oldódik, ellenáll a hőnek, a fénynek és a savnak. Finom részecskéi anélkül oszlanak szét a közegben, hogy kémiai összetételük változna. A vegyület alkalmazása az élelmiszeriparban rendkívül elterjedt napjainkban.
Egy intenzív, fehér színű, nem bomlékony, nagyon stabil vegyület, és általában ízesített, savanyú tejtermékekben, jégkrémekben, fagylaltokban, édesipari termékekben, desszertekben használják. Rá például a rágógumi is ennek köszönheti az intenzív fehér színét, díszítésekben, töltelékekben, finom pékárukban, levesekben, szószokban, mártásokban, ételízesítőkben és étrendkiegészítőkben is jellemzően a nagy mennyiségben használják fel ezt az anyagot. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság rendszeresen és alaposan felülvizsgálja az adalékanyagokat. A titándioxiddal kapcsolatban több száz kutatást követően arra a következtetésre jutottak, hogy élelmiszer adalékanyagként történő felhasználása már nem tekinthető biztonságosnak. A titándioxid részecskék felszívódása csekély, ezért felhalmozódhatnak a szervezetben. A vegyület napi bevitelének biztonságos szintje így nem megállapítható. Bizonyos országok jelezték, hogy a termék helyettesítése, tehát ennek a kinezéknek a helyettesítése nem lesz egyszerű az édességekben és a különböző étrendkiegészítőkben. Éppen ezért várhatóan azért egy néhány hónapot átmeneti időtartamot fog a hatóság meghatározni. A titándioxidot E171-ként is feltüntetik az élelmiszeripari termékeken. Ezek mellett fokrémekben, naptejekben is megtalálható. Utóbbiakban azonban CI77891 jelzéssel is szerepel az összetevők között. A vegyület élelmiszeradalékként történő használatáról, annak esetleges kivonásáról az Európai Bizottság dönt majd. Péntektől újból ezúttal egyaránt 5-5 forinttal drágulnak az üzemanyagok, közölte a holtankoljak.hu. Ennek megfelelően a 95-ös benzin átlag tarifája a hazai kutakon 432, a gázolajé pedig 436 forintra nő. Legutóbb márciusban álltak hasonló szinten az árak, amikor már belátható közelségbe került az üzemanyagár csúcs is. Újabb egyedi virágos kerttel gazdagodott Nyíregyháza. Miután a Tündérkert keleti óvoda székhely intézménye nyerte a Nyírvévé Nonprofit Kft. Gondolkozz virágosan című pályázatát, szakemberek segítségével gyermekek és pedagógusok közösen alakíthatták saját tervezésű virágos kertjüket a Vai Ádám körút mellett. A megyeszékhely különböző zöld területein az elmúlt hetekben több tízezer egynyári virágot ültettek el a város fenntartó munkatársai. A Nyírvévé új kabala figurája, lomb botont készíti elő a virágokat a korzó épülete előtt. A Tündérkert keleti óvodába járó gyermekek és pedagógusaik mindig nyíló begóniát, kék és fehér petóniát és bársonyvirágot ültettek el a város közterületén. Azért az intézmény részesült ebben a lehetőségben, mert ők nyerték el a város fenntartó pályázatát tündért formáló virágos kertjükkel, amelyet az óvoda épületének környezetében valósítottak meg. Úgy gondolom, hogy a Gondolkodj virágosan akció egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az intézmények, és itt megemlítem, hogy 10 intézmény jelentkezett erre az akcióra, 6 óvoda és 4 iskola, az intézmények kihasználják a lehetőségét és a saját környezetüket szebbé tegyék. Ezzel szebbé teszik a gyerekek mindennapjait, és egyébként Nyíregyháza városát is szebbé teszik. Lehetőséget biztosítottunk számukra arra, hogy anyaghoz jussanak hozzá, virágonyaghoz és termőföldhöz. Természetesen szaktanácsokkal láttuk el őket, hogy miként kell ezeket a virágokat elültetni. A gyermekek nagy lelkesedéssel ültették el a különböző virágokat. A Tündérkert keleti óvoda intézmény vezetője azt mondta, a virágos kert telepítésének nagyon erős közösségépítő ereje volt. Ennek is köszönhetik, hogy az ő alkotásuk lesz minden nap látható a város központi területén. Amikor ezt terveztük, a kolléganők, a gyerekek mind összefogtak, több tündért rajzoltak, a gyerekek is, dolgozók is, és úgy alakult ki a végleges forma. Amikor a virágokat válogattuk, akkor is nagyon jó volt, hiszen közösen többen választottuk ki a színeket, a virágfajtákat, közösen ültettük a gyerekekkel. Azóta is ez szinte még jobban összekovácsolja a társaságunkat, hiszen a bejáratnál nap mint nap többször találkozunk ezzel a kis virágtündérrel, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a városban is találkozni fogunk ezután a mi kis virágtündérünkkel. Nem csak a korzó szomszédságában, hanem a város számos más zöld területén ültettek és ültetnek virágokat ezekben a hetekben. Például a Hősök tere vagy az Országzászló tér is egyre színesebb arcát mutatja.
A Nyír VV célja, hogy Nyíregyháza az ország legvirágosabb városai közé tartozzon, ezzel is otthonosabb környezetet teremtve az itt élők és a turisták számára. Több tízezer növény kerül kiültetésre, több tízezer virág, egynyári virág kerül kiültetésre a város több területén, tekintettel arra, hogy szeretnénk az egész várost felvirágosítani, főleg a frekventált terek lesznek elsődlegesen, de a kivezető utakon esetlegesen a körforgalmaknál, vagy egyéb városrészekben is kerülnek kiültetésre virágok. A célunk ezzel az, hogy még élhetőbbé tegyük a várost, a városlakók számára, valamint az ide látogató turisták számára egy kellemes élményt, egy kellemes esztétikai hátteret tudjunk biztosítani. A virágokat pedig nem csak elültetni kell, hanem azok folyamatos gondozást igényelnek. A Nyír VV-nél tucatnyian végzik ezt a feladatot, az ő munkájukat pedig kertészmérnökök felügyelik. A napokban tapasztalt szárazság és kánikula miatt jelenleg a virágok locsolása a legfontosabb. Ezt a kora reggeli órákban és késő délután végzik el valamennyi területen. A hatodik helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Máté-Szalkai futballcsapat. A Botos Sándor által irányított együttes 14 győzelem mellett 6 döntetlent játszott és 10-szer szenvedett vereséget. Az MMTK vezetői elégedettek a szerepléssel, így a jövőben is hazai nevelésű fiatal játékosokra építik a csapatot. Nagyon távolról indulva jutott el a hatodik helyezésig a Máté-Szalkai futballcsapat. Tavaly augusztus elején még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán elindul-e a bajnokságban a Nagymúti Egyesület csapata, aztán az utolsó pillanatban sikerült összeállítani a szakmai stábot és a játékos keretet. Ehhez képest a bajnokság novemberi félbeszakításakor az ötödik helyen állt az MMTK a megyei első osztály tabelláján. A tavaszi folytatásban is gyűjtögette a pontokat a Botos Sándor által irányított csapat, és bár áprilisban hullámvölgybe került a gárda, végül az utóbbi évek legjobb szereplését produkálva a hatodik helyen zárta a 2020-21-es idényt a Máté-Szalka. Az elmúlt időszakokban, az elmúlt években a megye első osztályba szereplő csapatunk az mindig a kiesés ellen küzdött, és éppen megúsztuk a kiesést. Ebben a bajnoki szezonban viszont egy előkelő hatodik helyen végzett a csapat. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, a városvezetés is, az egyesület vezetése, a szakosztály is nagyon örül, és külön emeli az értékét ennek az örömnek, hogy olyan játékosok érték el ezt a sikeres eredményt, akik ebben a bajnoki rendszerben a legfiatalabbak voltak, hogyha megnézzük az életkorukat. Másrészt pedig a csapat gerince gyakorlatilag Máté-Szalkai fiatalokból áll, vagy Máté-Szalkán nevelkedett fiatalokból áll, és ezt egészítette ki, ugye, akik Szatmárnémetűből és Nagykárolyból átjáró magyar srácok. Máté-Szalkán szeretnének tovább menni azon az úton, amelyen az elmúlt szezonban elindultak. A további terveinkben az szerepel, hogy minél több Máté-Szalkához kötődő fiatal srácot építsünk be a csapatba. Ennek megfelelően már vannak, mondom, előzetes tárgyalások, és nagyon remélem, hogy ezek még a bajnoki felkészülés előtt a nyári játékozási időszakban ratifikálódni is fognak ezek a szerződések. Egy távozóról biztosan tudunk, Ötvös Szabolcs, aki hasznára volt a csapatnak, Miskolcon fogja a tanulmányait folytatni, úgyhogy ő be is jelentette, mivel sikeres felvételi van túl, be is jelentette, hogy a következő szezonban nem tud itt versenyezni, a többiekkel pedig még úgymond függő játszmák vannak, de én nagyon szeretném, hogyha a csapat gerince maradna, és ehhez még esetleg frissítésekkel, fiatal játékosokkal megspékelve a következő szezonban ugyanezeket a terveket szeretnénk kitűzni, hiszen hogyha már most megindult valami előre, akkor próbáljunk ebből a színből már nem leadni, vagy ha lehetőség van rá, akkor akár előre is lépni. A Máté-Szalkai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik, a felkészülés július közepén kezdődik. A megyei első osztályban augusztus 14-én rajtol a bajnokság. Végezetül nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Mezőgazdasági és kertészeti üzemek fejlesztésére, valamint állattartó telepek létesítésére és korszerűsítésére is lehet támogatást igényelni. Az Agrárminisztérium pályázatainak célja, hogy mérettől függetlenül bármely termelő tudja modernizálni tevékenységét és eszközeit. A beadási határidő kiírásonként változnak, ezekről és a további részletekről a pályázat.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.
Egyszeri meleg étkezést biztosít ingyenesen Nyíregyháza önkormányzata a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet ideje alatt. A jogosultak számára az ebédet házhoz szállítják, megspórolva a rászorulóknak az utazás költségeit. A szociális szolgáltatás a gyermekek 18 éves koráig vehető igénybe. A koronavírus világjárvány alatt megnőtt a kereslet a magánegészségbiztosításokra és azokhoz kapcsolódó elsőbségi egészségügyi ellátásokra. Az állami egészségügyben sokan várakoznak különböző műtétekre, a várólistákkal szemben a biztosítók alternatívát kínálnak. Június 17-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel általában derült, vagy legfeljebb fátyol felhős lesz az ég, de délkeleti megyénkben némi középszintű felhőzet is lehet, csapadék nem valószínű, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel, csak kevés helyen élénkülhet meg a keleti eszél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 35 fok között alakul.